Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majdásunkban ismételte egy eléggé érdekes, illetve kifejezetten musikális témájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Piano no Mori, mely műfajt tekintve musical és dráma kategóriákba tartozik, és legelőször Ishiki Makoto tollából jelent meg, 1998 és 2015 között 26 kötetnyi manga formájában. Ám legvégezetül 2007 és 19 között, 24 részként, valamint egy 101 perces film formájában az anime is megjelent. A rendezők Kojima Masayuki, Nakatani Gaku, Suzuki Ryotaro és Yamaga Hiroyuki révén, valamint a forgatókönyvírók Horai Ryuta, Abe Mika és Itami Aki jó voltából. Történetünk két általános iskolás fiúval, az előkelő sorból származó Amamiya Shuhei-jel és a szegény sorból származó Ichinose Kai-jal veszi kezdetét, akik Shuhei egy évre történő átiratkozása közben találkoznak egymással az iskolában, ahol a zongorista karrierre vágyó Shuhei védelmére kell Kai, mikor azt az osztálytársai megpróbálják bántani. Habár kezdetben ezen kívül nincs közöttük kapcsolat, azonban egy városi legendát követve Shuhei felfedezi, hogy Kai hozzá hasonlóan is a zongorázás megszállottja, amit egy régi, az erdőbe kidobott zongorán keresztül tett a magáévá, mint az erdei zongora gazdája. Azonban szemben vele Kai nem tör nagy babérokra, még annak ellenére sem, hogy benne nem a gyakorlottság, hanem az ösztönös tehetség dominál, amely nem sokaké ezen a világon. Ám Shuhei szavai és a korábbi neves zongorista tanáruk Ajino Sosuke kérésére Kai mégis szembenéz a sorsával, és lassan elindul a profi zenészek világa felé, hogy egy napon a neve és az egyedi zenei stílusa felemelje őt. Összességében egy közepes képi és kiváló hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot és drámai elemet is tartalmazott. Szintén tetszetősek voltak a zenei betétek, valamint az olyan karakterek, mint Adamski, Pang, Reiko, Serau, Szimanovski, Takako és Yoichiro, akik mind egytől egyig színesíteni tudták a történetet, melyet, hogyha értékelnem kéne, akkor 10/8-ra taksálnék. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!